Üdvözlünk a csapatnál, kérlek, hogy pár szóban mutatkozz be, mit kell rólad tudni. Én is üdvözlöm a szurkolókat, Gyürki Gergely vagyok, és a Soproni Vasutas csapatától érkeztem. Ferencvárosban nevelkedtem, ott kezdtem az utánpótlás éveimet, egészen a felnőtt futballig jutottam, bemutatkoztam a felnőtt csapatba a Ligakupába, a Ligakupa mérkőzésen. Utána a Pénzügyőr csapatához kerültem, megfordultam többek között Tatabányán is, és 2016 telén igazolt le a Haladás, ahol bemutatkozhattam az első osztályban. Az utóbbi két évemet pedig a Sopron csapatánál töltöttem. Milyen poszton játszol, mint tartasz a játékban erősségeidbe? Középpályán futballozom, inkább a támadások segítése szokott lenni a feladatom. Pontrugásaimat tartom erősségemnek, a dinamikámat, a cselezésemet és a kulcspasszaimat. Megkeresés előző héten érkezett, és igazából nem is volt sok időm pacilálni a megkeresésen. Hamar eldöntöttük a menedzsereimmel és a Ceglé csapatát választottuk. A fontos szempont volt, hogy itt koncepció mentén folynak a dolgok, kiegyensúlyozottság van a klubnál, és ez az előző évi jó szereplés is ezt bizonyította. Úgyhogy ez volt a legfontosabb szempont, amiért a Ceglé mellett döntöttünk. Mik a céljaid az előttünk álló szezonra? Hát az elsődleges célom, hogy minél hamarabb beilleszkedjek a csapatba, és minél hamarabb kivívom a kezdő csapatbéli tagságot, kiharcoljam magamnak, majd pedig jó teljesítményemmel segítsem az egyesületet, hogy a tavalyi szezonhoz hasonlóan jól szerepeljen és jó élet zárjon. Volt-e már időd ismerkedni kicsit a várossal? Tudsz-e már valamit Cegédről? Volt, hiszen hétfő óta a panzióba szállok, és azért bejártam a szabad délután folyamán is a várost, főleg a belvárosi részt. Egyébként kötöttségem Cegléthez ez nincsen, hiszen Budapest mellett Solymáron van a családi fészkünk, úgyhogy én oda kötődöm